Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ez az új világrend hírek. Néhány cikket szeretnék megosztani, amelyeket érdekesnek találtam már egy ideje, gyűjtögetem ezeket. A legfontosabb tanulság, amit leszűrhetünk, az az, hogy a világunk egyre bizarrabb és degeneráltabb lesz. Napról napra úgy gondolom, hogy az emberek távolabb és távolabb kerülnek a valóságtól. Ezáltal beolvadván a mátrixban, amely körülvesz minket, ahogyan azt filmben is láthattuk. Meg kell értened, a legtöbb közülük nem érett meg a valóságra. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Világgazdaság.hu az első a hírek sorában minden magyar új állampolgárságot kaphat jövőre. 2023 év vége, november 10-e pontosan ez a cikk. Már holnaptól társadalmi egyeztetése bocsátják a digitális állampolgárság programhoz kötődő törvényi szabályzásokat. A program temérdek haszonnal a kecsegtet a könnyebb és egyszerűbb felhasználás terén, ugyanakkor nem kötelező és nem is kizárólagos a használata. Például az útlevél mindenképp megmarad fizikai formájában is, hiszen az EU-n kívüli utazásokhoz továbbra is szükség lesz rá. Rogán Antal azt mondta, hogy ő a miniszterelnöki kabinet, irodát vezető miniszter, hogy a Dán példával ellentétben idehaza nem teszik kötelezővé, és nem is kizárólagos használata, amelyik ugyanakkor számos haszon lehet, főleg a könnyebb és gyorsabb, biztonságos ügyintézés terén. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Mindezek ellenére a többség csak megy előre, engedelmesen és fogyaszt, ahogyan azt az ők élnek, they live, vagy elpusztíthatatlanok című film bemutatta fenomenálisan Odáig jutottunk, hogy a rendszer előnyeiről a miniszter elmondta, tudni fogja a felhasználó alapadatait, ez a rendszer, ami a korhatáros például dohányvásárlásoknál jelzi a harmadik félnek, hogy a felhasználó jogosult a vásárlásra. Gondoljon bele mindenki, hogy micsoda lehetőségek ezek egy diktatórikus vezetésnek a kezében, hogy tudják, hogy mi az, amit vásárolnak az emberek. Ne felejtsen senki a szén széndiokszidadót. How dare you? Hiszen, hogyha az valóságá válik, úgy valóságá, hogy akár magánszemélyek esetében is, akkor onnantól kezdve tudni fogják, hogy mit vásároltunk, és arra extra adókat fognak tudni kivetni. Sőt, ha ezt összekapcsoljuk Kínában levő szociális kreditrendszerrel, mint ahogy összefogják, hisz az a cél, akkor láthatjuk, hogy mindent tudni fognak rólunk legalábbis azokról, akik benne élnek ebben a rendszerben. One of us. Most már az a lényeg, hogy kiszűrjék az, hogy ki milyen ember. És ezért van az, hogyha esetleg még nem vette volna észre mindenki ezt a dolgot, hogy már nem kell beszélnie arról, amit venni szeretne vagy keres, hanem sokszor csak gondol rá, és az megjelenik. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer valamilyen úton módon monitorozza a gondolatainkat, bár azon se lennék meglepve, hanem annyira ismeri az embert a rendszer, hogy mielőtt beírnánk a keresőbe, már tudják, hogy mi az, amit szeretnénk. Kijelentik egyértelműen, hogy az okos telefonok és okos tévék, mik okos tévék mikrofonjai által lehallgatott beszélgetéseket használják fel a felhasználók kereskedelmi ízlésének feltárására. Pont úgy, mint az 1984-ben, ahol minden szobában volt egy televízió, és azon keresztül figyelték meg az embereket, lehallgattak mindent, ami ott történik, és látták is a képet. Mesterséges intelligencia segítségével értelmezik, hogy a felhasználó mikor kezdeményez kereskedelmi szempontból érdekes beszélgetést és csak ezután aktiválja a készülék mikrofonját és rögzíti a felvételt, persze. Aladván tovább index.hu-n olvashatjuk, hogy egy fiatal pár azzal büszkélkedik, hogy a gyermekmentes élettel évi 14 milliót spórolnak. A 27 éves Ella két éve él boldog házasságban a 27 éves Nickel, a gyermekvállalás azonban csak a távoli jövőre tervezik, hiszen elmondásuk szerint nagyon élvezik azt, hogy szabadok lehetnek. Valahogy úgy képzelem el, hogy létezik egy beépített gát, ami az emberiséget megakadályozza a túlélésben, illetve a szaporodásban, mikor a degeneráció elér egy bizonyos szintet, és most mi úgy hiszem, hogy ott vagyunk ennek a határán. Értelmes magyar mondat volt? Nem tudom, de annyira büszke vagyok magamra. 1961-ben egy angol-magyar értelmező szótárban magyarázzák a shopping szó jelentését. Shopping boltjárás, vásárlás, a kapitalista országokban a dologtalan életet élő nők délelőtti elfoglaltsága. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok, az InfoBubble, illetve Yahoo! -a útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.